Hanyatlóban az optimizmus Romániában. Az állampolgárok mindössze egyharmada hisz abban, hogy 2024-ben jobb élet vár rá. Ugyanakkor 10-ből 4-en idén munkahelyet akarnak váltani, derül ki egy friss felmérésből. A állampolgárok új évvel kapcsolatos várakozásait és reményeit térképezi fel a Reveal Marketing Research kedden ismertetett felmérése, mely arra is kíváncsi, miként alakultak az említett viszonyulások az egy évvel ezelőtt készített tanulmányhoz képest. Ez szerint az állampolgárok alig 34%-a gondolja úgy, hogy jobb élet vár rá 2024-ben, míg tavaly még 48%-uk tekintett derülátóan az új év elé. A tanulmány szerint a román állampolgárok 47%-a semlegesen viszonyul az új évhez, 34%-uk optimizmussal, 19%-uk pessimizmussal tekint 2024-re. A megkérdezettek közül a legtöbben 34% anyagi helyzetük javulásával kapcsolatban optimisták. A pessimizmus szintje az ország helyzetének alakulásával kapcsolatban a legmagasabb. 64 nehezen megvalósíthatónak vagy egyenesen lehetetlennek tartja, hogy csökkenjen a korrupció. 51 ugyanígy gondolkodik az infláció csökkenéséről, 50 százalék a gazdasági helyzet javulásáról. Munkahelyváltásra 10-ből 4-en készülnek. A megkérdezettek 27 a új munkaadónak dolgozna idén, többségük 44-55 év közötti, 13 százalék pedig saját Indítását tervezi, főként a 25-34 év közöttiek. A romániai lakosság egynegyede lakhelyváltást is tervez ebben az évben, 11% ugyanazon a településen belül más lakásba, 10% az ország más településére 4% külföldre készül költözni ami a hétköznapi élet különböző aspektusaival való elégedettséget illeti. A romániaiak leginkább a családjukkal, a hozzájuk közel álló emberekkel vagy a párjukkal való kapcsolatukkal elégedettek. Az arányok 75-65 százalék között változnak. Ehhez képest a munkahelyükkel a megkérdezettek mindössze 51 százaléka, jelenlegi anyagi helyzetükkel 46 százalék elégedett. Ami a személyes terveket illeti, a megkérdezettek 13%-a mondta azt, hogy házasságot kötne idén, 32%-nak nincs ilyen terve. A megkérdezettek 10%-a tervez gyermeket vállalni az új évben, 35-44 évesek körében ez az arány jelentősen magasabb, 17%-os. A Reveal Marketing Research felmérése online készült 1015 felnőtt korú személy megkérdezésével. A hiba határ plusz-minusz 3,1%.